Szervusztok! A mai adásba a Geekbuying jó voltából, ez egy ugye online webáruház, kaptam egy outdoor tévét. Nem tudom, mit akar ez az outdoor tévé, gondolom kültéri tévét jelenthet, ami egy 60 wattos bluetooth hangszóróval is meg van áldva. Mutatom is, hogy miről van szó. Őróla lenne szó. Egész jó kis cucc. Látszik itt is, hogy mennyi mindenre használható. Hát azért, valljuk be őszintén, azért leírja, hogy mennyi mindenre használható egy ilyen kis tévé, bluetooth hangszóró, e-multimédia. Nézzük meg, mi van a dobozba, nézzük meg, mit tud az eszköz, tartsatok velem! Nos, ledörmen segít, ha baj van. Nyissuk ki a ledörmennel ezt a szépséget. Geekbuying megkeresett, hogy nincs kedvem nekem is egy kipróbálni, mert ugyebár nem egy Magyarország, azt hiszem kettő vagy három youtuber tesztelte ezt az eszközt. Köztük van Tamás Zsolt, bár elég érdekes címet adott neki. Valamilyen szinten igaza is van. Ó, gyerekek, itt is van szépen becsomagolva. Remélem jól látható a kamerán, hogy ott van a kis monster feliratunk. Húzzuk ki. Jó, de nehéz vagy. Egyszer. Távolítsuk ezeket, és mi kaptunk, várjatok, mert nem így van ez, hogy csak ennyi. Kaptunk egy user manuált, és kaptunk hozzá egy csomó mindent. Tessék. Kielégítő a csomag. Tartalma. És most bontsuk ki ezt a tévének látszó eszközt. Ez jó kérdés, hogy ezt hogy a manóban csomagolták be? Ó, de jó. Bocsánat, közben szipogok, csak kijött az allergiám, aztán ilyenkor sajnos nem olyan egyszerű. Na, így néz ki a tévénk. Amúgy így nem is olyan nehéz. Azt nézzétek. Szerintem egész jól néz ki. Na. Nos, így néz ki a tévénk. Itt van itt fent ilyen hang, cucc, echo, mikrofon csatlakozásunk, három is feles jackkel be lehet dugni a dolgokat pluszba. Itt is jack csatlakozás. Kíváncsi ezek, lesz-e benne power. Lehet, hogy föl kell töltenünk. Itt is van rajta különféle navigáció. Itt van a két 2x30 watt, 60 wattos hangszórónk. És itt a monster felirat. Itt hátul találunk egy-két dolgot, például a tábbecsatlakozást. Ugye itt kell a táppal megoldani, mert pont nappal szembe vagyunk. Itt kell megoldani a tábbecsatlakozást, egy ilyen sima DC csatlakozónk van. Itt van egy 230-as dugónak való hely, és itt kell áram alá helyezni. Hű. Display. És elméletileg be tudom kapcsolni a tévét is. Ja, és még egy USB-nk is van a tetején, azt nézzétek. Na, ez jó. Jó kis cucc. Igen, megnézzük, miket tud ez a kis monster cucc. De még a hátulján nem vagyunk túl. Ez azért épőzáras, mert fel lehet rakni majd, ha akarjuk a kis tasakot, ami ott van abban a cuccban. Ez itt, meg ha jól emlékszem, ahogy néztem a többiek videóját, igen, ez itt az úgynevezett HDMI becsatlakozás, 1-2, USB ellátás, antenna becsatlakozás, és emögött van az akkumulátor, itt lehet látni, hogy milyennek a pontos típusa. Szóval egész jó, és ezt kell kikapcsolni. Display. Na, mindjárt beüzemeljük a kis tévét, aztán kipróbáljuk, hogy ez mit tud.
Na most átadom picit máshova. Már kérdés, hogy milyen nyelvre akarjuk. Itt a kezelőfelületen is lehet izélni. Huha. Germán. Várjátok, van hungari? Akkor kiválasztjuk, hogy Hungarian. És elmondtad, most önmagában is tud keresni tévéadót. Kíváncsi, hogy megtalál-e valamit. De amíg ő keres dolgokat, addig nézzük meg, miket kaptunk hozzá. Kapunk egy távirányítót. Kapunk egy 230-as csatlakozót. Kapunk mind a két vége 3 és felesbe végződő jack csatlakozót. Kapunk egy micro USB A kábelt, ezt nem tudom minek kapjuk. És kapunk egy HDMI USB-C-s megoldást, ezt nézzétek. Wow! Na ez igen, ez tetszik, hogy megkaptuk. És még itt kapunk pluszba egy antennát, hát mondjuk lehet, hogy az antennát rá kellett volna tenni, de elméletileg enélkül is tud venni valamit. Kipróbáljuk, hogy anélkül vesz-e valamit, és utána rácsatlakoztatom ezt az antennát, kíváncsi leszek. Meg itt van az a szütyű, ami hátulra, nem tudom, mennyire lehetett látni, fel lehet így rakni, és akkor minden cuccot bele tudunk rakni. Kíváncsi, hogy bele is fér-e minden. Ugye, itt az antennánk egyszer. Szépen így elkezdem belepakolgatni a dolgokat, és utána kíváncsi leszek, hogy belefér-e. HDMI. Kábelek. Eddig oké. Eddig oké. És itt a távirányítónk. Amit most már kicsomagolunk. Ezt reméljük, hogy van benne elem. Van benne elem, ott egy szigetelés benne. Így néz ki a Monsternek a távirányítója. Ezt itt ki kell húzni, és már működik is. Jó. Eddig teljesen oké, és akkor ezt a szütyőt hátulra ide föl lehet rakni, amit cseppáló a cucc. Föl lehet itt tapasztani, és akkor nem kell itt szórakozni, hogy hogyan vigyük magunkkal a cuccokat. Na, mindjárt kész a kereséssel. Be lehet, hogy az antennával szüksége lesz, de gyerekek, működik, az a lényeg. Most így néz ki az antennánk, van egy USB része, gondolom ezt árammal meg is kell táplálni, és van egy rendes antenna csatlakozó, csatlakoztassuk be hátra, és próbáljuk meg úgy keresni a dolgokat. Nos, becsatlakoztattam a tévét, látszik, hogy itt szándékosan hagynak egy lukat, azért, hogy te ezt így el tud helyezni, és nézd, már zölden világít, hogy ő készen áll a feladatra, főnök, kész vagyok, működök. Hát akkor próbáljuk ki, hogy vajon így már találsz-e adót. Amúgy a kijelzője eddig úgy tűnik, hogy egész jó fényerőbe. No, sajnos tükrözik egy picit a képernyő, de amúgy így a kamera nem adja, én jobban látom, és szerintem nem rossz. Viszont most antennával együtt, amit felraktunk itt a lószállító tetejére, próbálgatjuk, hogy mit talál. Már is talált 4 rádiót, 21 TV adót találta? Kemény. Annyi nincs is földfelszíni. Na mindjárt kiderül, hogy mik ezek. Na, működik is, egyből vette a izét. Nézzük, hogy mit csinál. Heten meghaltak, többen pedig meg... Oroszország a háború kezdete óta nem látott támadást hajtott végre az ország ellen. Na. Mondjuk, hogy hogyan kell léptetni, ez egy jó kérdés. 5000 méteren már 7 éve Rácsicsében világbajnok volt, és aztán ezt hazai környezetben egy évre rá megismételte, vagyis megvédte a címét. Nem a leggyorsabb ilyen téren egy csatornaváltás. Duna TV is van földfelszíni adásba. Nem is tudtam. Na? Nézzük, hogy ezt behozza. RTL2. Ki lehet választani a távirányt, hogy mit akarunk nézni. Ugye a többi adót is látja, az a kemény. De ugyebár azok nem nézhetőek ingyen. Hiába van benne. Nos, bizonyos adóknál ez az antenna tényleg nem rossz. De látjátok, lejjebb kellett vennem, meg kellett álltanom ennek az antennának, így kell vennie, nem lapjába. Na, a tévé részét kipróbáltuk, akkor tovább.
Nos, amit azon el tudok mondani, ez az USB nem véletlenül van mellette villámja, ez csak töltésre szolgál, rá is van írva 2,1 amper 5 volt. Viszont ami hátul van USB, ugyanis mondta valamelyik youtuber, hogy nem képes ez pendrive-ról lejátszani, várjatok, mert le kell alakítanom. Nem képes pendrive-ról lejátszani. Gyerekek, az ott micsoda? Szerinted mi a manómat dugtam oda? Hát nem a fülemet, az tuti. Az ott egy pendrive, látod? Ott villog. Innen belülről képes adatot olvasni. Sajnos a felsőről nem képes. Ezt mondhatjuk egyfajta idézőjeles hátránynak. De a lényegen nem változtat. Tökéletesen jól működik, multimédia lejátszás is alkalmas, mindjárt még a telefonomat fogom vele megtükröztetni, kíváncsi vagyok, hogy az is megye, és ha az is megye, akkor happy vagyok. Nagyon jó a képminőség, hát gyerekek, csak amit letöltöttem filmet, az nem a legjobb. Nézzük egy másikkal, és természetesen nem csak ezzel a távirányítóval hanem a tetején van egy csomó gomb, amivel használható, megnézhetjük, hogy 75%-on van az akkumulátor, ez az EQ, ez gondolom a Bluetooth bekapcsolása. Van rajta egy-két hasznos cucc azért. Equalizer is van rajta. Hangminőségében maximálisan elégedett vagyok. Képminőség teljesen jó. Bár ebből nem sokat láttunk, mert sajnos visszatükröz engemet a kép. Talán így nem fog visszatükrözni. Látjátok? Egész jól minősége. Nekem nagyon tetszik. Na most ugyebár ezt megnéztük, hogy ez itt a 75%-ot jelző akkumulátorszint. Ez itt nem más, mint a módváltónk. Most játsz egy videót a telefonomról, ez egy kerékpár összeszerelő dolog. FM Radio. Kimondja, hogy FM Radio, és megkérem arra, hogy keressen. Ja, itt kell, bocsánat. Aranyos vagy drága, örülök, hogy itt vagy, és hogy együtt rádiózunk. Figyeld, nagyon ajánlom. Gyönyörű szépen szól. Berakom balancba. És mindenki jöjjön ki majd Balázsék kitelepülésére. Király. Auxen. Ez az aux, ez a... Amikor itt bedugod a cuccot, vagy a mikrofont, és akkor tudsz énekelni. Bluetooth. Bluetooth device, ezt is kipróbáljuk mindjárt, most kipróbáljuk. Nos, itt van egy Xiaomi Mi 13, vagy Note 13 a kezemben, Note 13 5G. Most megnézem, hogy meg fogom-e találni, és egyből itt van a Monster. Párosítja, igen. Már párosítva is van. Connected. Connected, ki is mondta. Nos, így néz ki, mikor Bluetooth hangszoróként használjuk. Nagyon hangos. Ott mutatja is, hogy mennyire megy. Jó az a linettes megoldás. Jó, a Bluetooth része működik, nézzük meg még a tükrözést, és ennyi. Nos, ehhez nincs más dolgunk. Mi most kivételesen kiveszem a pendrive-ot, ne játszom tovább. És ezt az úgynevezett USB-C-s, bár nem mindegyik Android telefon alkalmas rá, bár mondjuk a maiakból a legtöbbje alkalmas rá. HDMI-1-be bedugjuk, ha beletalálok a lukba. Lukérzék Alexnak nincsen, és nézzétek, ezt így el lehet izélni, és így kifél a kábel. Így, né? Elmetek egy TV okosítóval is meg lehet oldani. Itt van ez a megoldásunk. Mondjuk ezt a pordugót nem fogom megérteni, minek rajta, de mindegy. Elméletileg... Nos, hogy mi a véleményem erről a kis tévéről? Összintén megmondva szerintem egy nagyon jó cucc. Én fogom tudni használni, azt tuti. Tetszik az, hogy akkumulátor van benne, tetszik az nagy képernyő, IPS panel van ugye benne. Aztán, hogy jól emlékszem, 15 szolos a képernyő, szóval nem is egy nagyon pici kijelzőről van szó. Ez a hurcibálós megoldás, elméletileg cseppálló. Annyira nehéznek nem mondanám. Jó, mondjuk órákig nem hordanám, ezt aláírom. USB-ről lejátszik, bár én az USB-s lejátszás inkább ide raktam volna, és nem töltést raktam volna ide, de ez az én
saját hülyeségem, vagy nem hülyeségem, ki, hogy határozza meg. Hangminőségben elégedett vagyok a készülékkel. Van egy alapzaja, amikor üresen van az egész, de nagyon minimális, szóval nem zavaró, de amikor megy rajta a zene, bármi, akkor nincs semmi. Akkor tökéletesen hozza nekem azokat a hangokat, amiket kell. Ha akarok, zenét tudok hallgatni rajta, ha akarok, tévét tudok rajta nézni. Most is megy rajta egy olyan film. Itt nem tűnik erősnek, de majd egy pár snitereig így a végére be fogom vágni, hogy azért bent ez egy elég jó fényerővel rendelkező tévé. De tény, kint is lehet tévézni este, nem nappal, ugyebár. Nappal be kell rakni a lakókocsiba, mert máshogyan nem fogsz tudni tévézni. De látjátok, itt kint sem látszik annyira, főleg, hogy a sötétebb videóról van szó. Pillanatra kilépek ebből. Elég messze kell lenni. Én maximálisan elégedett vagyok ezzel a Full HD felbontású kijelzővel. Nem tudom 4K-t, nem is érdekel, én amit sem szoktam 4K-ban nézni, semmit se, de a Full HD ügyileg szerintem ez egy jó panel. A lényeg annyi, hogy jó cucc, tény, okosítót kell hozzá használni, hogyha te azt mondod, hogy most akarsz tévét tükrözni, vagy telefon tükrözni rajta, ennyi baj legyen vele, de igazából maximálisan elégedett vagyok, hiszen itt hátul még hagytak is annyi helyet, nem, hogy azt mondom, hogyha ilyen kisebb sztikketek van, akkor elméletileg még rá is lehet csukni, mert a stick eddig nem fog kinyúlni, ez nagyon mélyre meg van csinálva. Ez olyan, mintha azért csinálták volna, mint hogy tárolót is akarsz ide rakni, vagy valami kábelt, vagy ilyesmit. Szerintem ez egy jó cucc. Ugye itt van az akkumulátor, ki lehet szedni azt is. És ide, ezt a táskát föl tudom rakni. És így le tudom szedni. Kedves Geekbány, köszönöm szépen, hogy elküldtétek. Tényleg meg a megtisztelő figyelmet. Szerintem, én azt mondom, akinek nincs tévéje, és tegyük fel olyan helyen van, vagy nyaralóba esetleg, hogy nincs tévé kint, szerintem nem egy rossz választás azért. Elviszed autóval, úgyis lementek, nyáron tök jól jön a sátorba, vagy mondjuk egy nagyobb sátorra, szóval nem ilyen pici sátorra gondolok, ilyen 4-5 személyes, ilyen nagy felálló sátorra, de ilyen kinti létre tök jó, hát figyelj, kint hagyod véletlenül, nem fog beázni. A maga a gyártó IPX2, azt hiszem, hogy IPX4, nem tudom már fejből, itt írja valahol a dobozon, de most ha nem maragudtok, mert nem fogom azt megkeresni. A lényeg annyi, hogy bírja. Jó, nem arra van, hogy vízben merítsük, mert arra egyáltalán alkalmatlan, nem vízzáró az egész, hanem csak cseppáló, magyarul, hogyha ráesik így az eső, vagy egy komolyabb zivatar elkapja, nem fog beázni. Nos, köszönöm a megtisztelő figyelmet, szevasztok, Alex voltam, iratkozzál föl, légy szíves, és akartam még legközelebb ilyen teszteket látni, nézzétek meg a linket, minél többen kattintok, annál nagyobb valószínűséggel lesz még valami, amit tudok teszteni a Geekbuying jóvoltából. Én a Geekbuying-t nagyon bírom, mert tőlük volt anno az az ütésálló telefon, szóval tartsatok velem legközelebb is, szevasztok! Jelzem, gyerekek, kint volt a nagy vízbe. Most is esik még az eső, tiszta csuron víz, és működik. Most jelenleg MP4-ről játszok egy cuccot, ugye USB-n keresztül, semmi baja. Pedig csuron víz az egész cucc. Ezt túlélte. Wow, tényleg vízálló, tényleg cseppálló gyerekek, nézzétek meg. Így ízélem le a vizet. Tessék. Nice.